Egy bűnöző se szeretne a rendőrök kezeire kerülni, pláne nem akarnak börtönbe jutni. Ezért talán nem meglepő módon, ha mégis elkapják őket, az agyuk onnantól kezdve egyetlen dolog körül forog, hogyan szökhetnének meg. Nem egy börtönszökés történt már meg az emberiség történelme során, de volt pár, amik kifejezetten őrültek voltak. Vagy legalábbis sokkal jobb sztorik, mint az átlag. Sziasztok, Márk vagyok a tízes listától, és ma beszélgessünk a legőrültebb börtönszökésekről. John Dillinger a 20. század Amerikájának egyik leghírhettebb banditája volt, aki a bandájával 24 bankot és kicsit meglepő módon 4 rendőrséget is kirabolt. Ezek miatt persze folyamatosan hadban állt a rend éberőreivel, akik a nyomában loholtak. Dillinger már tinédzserként is a törvény rossz oldalán volt, de ekkor még inkább piti rablások miatt. 21 éves korára viszont már megtapasztalhatta, milyen a börtönfalain belül élni, ahol majdnem 10 évet töltött. Ekkor dönthette el magában, hogy soha többet nem megy vissza. Egy normális ember ezt talán úgy oldaná meg, hogy véget vet a bűnözői életnek, és nem ad okot arra a rendőröknek, hogy börtönbe zárják. Dillinger viszont inkább elkezdett bankokat rabolni, és ügyes szökési terveket szőtt, amikor elkapták. Mert bizony elkapták, de Dillinger kétszer is megszökött. Az első nagyrészt azon múlt, hogy a börtönévei alatt szerzett új barátai meghálálják-e Dillinger segítségét. Ugyanis a szabadulása előtt kiagyalt egy tervet, hogyan szöktethetné meg a börtönből a társait. Dillingernek sikerült pár ismerősének a segítségével fegyvereket csempészni az új barátai börtöncellájába, amik segítségével azok könnyedén kiszabadíthatták magukat. Viszont ekkorra Dillingert már elkapták máshol a rendőrök, úgyhogy a haveroknak sietniük kellett, hogy kiszabadítsák. Így is tettek, és először aránylag békésen próbálkoztak. A fogdához érve Indiana állam rendőreinek adták ki magukat, és azt mondták, át kell szállítaniuk Dillingert egy másik fogdába. Viszont amikor a helyi sheriff megkérte őket, hogy valamiféle papírral bizonyítsák be, hogy ez tényleg így van, irat helyett fegyvert rántottak és lelőtték. Dillingert ezután már simán csak ki kellett engedni a rácsok mögül. Viszont később újra elkapták a banditát, és a hatóságok ekkor egy olyan börtönbe szállították, ahonnan elvileg lehetetlen volt megszökni. Mint később kiderült, ez pont annyira volt igaz, mint hogy a Titanicot lehetetlen elsüllyeszteni. Ekkor Dillinger már sokkal nevetségesebb módon szökött meg. A bandita ugyanis egy kamupisztolyt fogott az őreire, akik az életüket féltve ellenkezés nélkül szabadon engedték. A pisztoly, amitől annyira féltek, valójában nem volt más, mint egy fekete cipőpasztával átszínezett, formára faragott fadarab. Miután kiengedték a cellájából, már magához vett 2 gépfegyvert, és az őröket szépen megkérte, hogy fáradjanak be a volt cellájába. Miután besétáltak, Dillinger rájuk zárta az ajtót, és kereket oldott. Talán ez az egyik legbugyutább szökési terv, amit valaha valakinek sikerült nyílbe ütnie, de valószínű, hogy a korábbi szökései miatt hitték igazinak a fegyvert az őrök, és nem azért, mert annyira jól megnézték, hogy mi is van a bandita kezében. Antonio Ferrara hasonló tervet eszelt ki a szökésre, mint Dillinger az első esetben. Az olasz bankrablónak esze ágába se volt letölteni a büntetését, ezért a bűntársai és az ügyvédje segítségével kieszelték a talán nem tökéletes, de 100%-ban hatásos tervet. Egy nap ugyanis Ferrara 18 bűntársa megjelent a börtön előtt, és nemes egyszerűséggel robbanószerekkel felrobbantották a kaput, majd fegyvert ragadtak és elkezdtek a börtönőrökre lövöldözni. Elég agresszív terv volt, de sikerült megszöktetniük a bankrablót. Kimondhatjuk, hogy a szökés kirobbanó siker volt. Viszont a szabadság nem tartott sokáig, ugyanis alig 4 hónappal később a rendőrök újra kézre kerítették Ferrarát. Ekkor annyira féltek attól, hogy újabb hasonló szökési kísérletet fontolgat, hogy a tárgyalásán 90 rendőrtiszt őrizte. De a börtönökből nem csak igazi robbantással lehet megszökni, hanem mint kiderült, elég ehhez csak pár gránát mutogatása. Még akkor is, ha azok nem igaziak. Nadine Vazhu annyira magányos volt a börtönben ülő férje nélkül, hogy úgy döntött, mindent megtesz azért, hogy kiszabadítsa a férfit. Ezért megtanult helikoptert vezetni, hogy amikor oda kerül a sor, elugorhasson a férjéért és elrepülhessenek a naplementébe.
Csak hogy ehhez a férfinak, Michelle-nek először valahogy el kellett volna jutnia a börtön tetejére. Ennek több módja is lenne, de Michelle egy elég rizikósat választott. A nagy napon ugyanis egy gránátot markolászva szorított a sarokba a börtönőröket, akik nyilván nem szerették volna, ha a rab felrobbantja őket. Csak hogy a gránát valójában egy ügyesen megfestett nektarin volt. Michelle a nektarin gránát segítségével sikeresen el is jutott a tetőig, ahol a felesége gond nélkül felvette őt, és tényleg sikerült elrepülniük. A helikoptert később egy közeli focipályán tették le, ahonnan már autóval menekültek tovább. De ők se élvezhették sokáig a szabadságot, mert nem sokkal később Michelle-t fejbe lőtték egy félre sikerült bankrablás közben, amit ugyan túlélt, de kómába került. A feleségét pedig másnap felismerték a rendőrök az utcán, így mindketten így vagy úgy, de a törvény kezére kerültek. Talán nem gondolnád, hogy bárkinek is sikerülhetett megszoknia a hírhet Alcatrazból, de 1962-ben három rab is sikeresen kereket oldott onnan. Frank Lee Morris, John és Clarence Anglin társaságában döntött úgy, hogy nem nekik való a börtönélet, és inkább töltenék a maradék idejüket a falakon kívül. Ennek érdekében egy éven át mindegyik alagutat ásott a cellája falában, ami egy addigra használaton kívüli folyosóhoz vezetett. Mikor ezzel készlettek, még meg kellett oldaniuk, hogy az őröknek ne tűnjön fel egyhamar az üres cella. Ezért szappamból és WC-papírból formáztak fejeket az ágyukba, amit még hagyjal is elláttak a biztonság kedvéért. Így az őrök, ha este járőrözés közben csak bevilágítottak a cellába, hirtelen semmi furcsát nem vettek észre. Ahogy a rabok elérték a folyosót, a szellőzők felé vették az irányt, amin végig kúszva eljutottak a tetőig. Onnan kiindulva sikerült átmászniuk a kerítésen, de ekkor még közel se voltak szabadok. Az Alcatraz ugyanis egy szigeten található, úgyhogy valahogy át kellett érniük a víz túlpartjára is a szabadsághoz. Ezzel persze számoltak, és a szökés közben esőkabátokat és gyorsan kötőcementet loptak a börtönből, amikkel tutajt építettek maguknak. A szappanbabáknak hála egészen másnap reggelig nem jöttek rá az őrök, hogy nincsenek a cellájukban, de akkor már késő volt. Az FBI soha nem talált a nyomukra, de még csak arra se találtak bizonyítékot, hogy valaha partot értek volna a tutajukkal. Végül 17 évvel a nyomozás kezdete után úgy zárták azt le, hogy valószínűleg csődöt mondott a menekülőhajó, és a rabok megfulladtak. 2001-ben zajlott le Texas történelmének legnagyobb börtönszökése, amikor 7 rab egy nap úgy döntött, új otthonra vágyik. A csapat vezetője Jorge Rivas volt, aki a 18-szoros életfogytiglani börtönbüntetését szerette volna egy cseppet lerövidíteni, és többek között 2 elítélt gyilkos is csatlakozott hozzá az állam egyik legbiztonságosabb börtönének elhagyásában. A 7 férfi nem tolta túl a tervezést. Nemes egyszerűséggel 2 mit sem sejtő őr és 8 karbantartó köré gyűltek, leütötték őket, és lenyúlták a ruháikat és a kulcsaikat, a legyűrt férfiakat pedig bezárták pár öltöző szekrénybe. A karbantartók ruháiban simán végig tudtak úgy sétálni a börtönön, hogy senkinek se tűnt fel, ők igazából rabok. Sőt, még pár őr fegyverét is sikerült lenyúlniuk az akció közben, majd a börtönfalain kívülre érve felszálltak egy rájuk váró furgonra, és elgurultak. A legtöbben talán úgy döntenének ilyenkor, hogy meghúzzák magukat, esetleg egyből egy másik országba menekülnek, ahol már kevésbé érheti őket utol a törvény. De ez a 7 bűnöző inkább ott folytatta az életét, ahol a börtön előtt abba hagyták. Végül 6-ot elfogtak közülük a rendőrök, és 3-at ki is végeztek, a többieket pedig visszazárták a rácsok mögé. De az utolsó se úszta meg, viszont ő inkább végzett magával, mint hogy újra a börtön falai között kelljen élnie. Hollywoodnak és Leonardo DiCaprio-nak hála az egész világ megismerhette a tehetséges hamisító Frank Abagnale történetét. De Frank nem csak a csekkek hamisításában és a különböző munkák nulla tudással való elvállalásában volt profi, hanem a rendőrök előli menekülésben is. Őt a hosszas hajkurászás után elkapni se volt elég, hiszen 2-szer is megszökött a zsaruk elől. Először akkor sikerült lelécelnie, amikor az elfogása után átszállították Európából az Egyesült Államokba. A filmmel ellentétben a valóságban nem ült mellette egy FBI tiszta repülőn, hiszen a levegőben levő gépről mégis hova a jó életbe tudna elfutni. Ezért a hatóságok úgy döntöttek, megspórolják az FBI-os oda-vissza utaztatását és a leszálló pályán várnak rá. Ott viszont várhattak, Frank nem jelent meg.
A szökésben rengeteget segített neki, hogy korábban pilótának adta ki magát, és egyszer egy tapasztalt kollégája körbevezette egy ugyanolyan gépen, amivel a szökésekor Amerikába érkezett. Mindent megmutatott neki a rakodó területen keresztül a WC elvezető nyílásán át, és ezt használta ki Frank. Leszállás előtt ugyanis kiment a WC-re, szétszette a szerkezetet, és a nyíláson keresztül lekúszott a gép kerekéig. Ott pedig már csak arra kellett figyelnie, hogy ne essen a repülő alá. 1971-ben újra elkapták, és ekkor már nem volt olyan szerencséje, mint korábban. Viszont okos fiú volt, és kitalálta, hogy verheti át az őreit. Ekkoriban ugyanis az állami dolgozók inkognitóban járták a börtönöket, hogy kivizsgálják, úgy bánnak-e a rabokkal az őrök, hogy abból nem lehet polgárjogi probléma. Ezek teljesen véletlenszerű, bejelentés nélküli vizsgálatok voltak, amik létezéséről Frank valahogy tudomást szerzett. Amikor Franket átszállították az egyik börtönből a másikba, a szövetségi marsal elfelejtette elküldeni vele a papírjait. Ezt használta ki Frank, és megsúgta a mellette álló őrnek, hogy ő igazából egy felügyelő, aki a börtönt jött kivizsgálni. Persze papírja nem volt, de beadta az őröknek, hogy otthon hagyta, és megkérte őket, hogy hadd telefonáljon egy haverjának, aki majd utána hozza. Az őrök ezt megengedték neki, Frank pedig egy másik hamisítót hívott fel, aki kérdés nélkül legyártott neki egy másik FBI-os kártyát, amit el is juttatott a börtönbe. Az őrök ezt meglátva persze egyből úgy kezelték, mint egy királyt, és Frank a nap végén simán kisétált a börtönből. Persze a börtön személyzete röhögött, hogy milyen könnyen átverték az ügynököt, aki kivizsgálta őket, de Frank valószínűleg még nagyobbat nevetett rajtuk. Nem tudom, hogy Frank Ebbingnél vagy Ted Bundy szökései a közismertebbek, de az biztos, hogy mindkettőnek zseniális húzásai voltak. Ted Bundy, Amerika egyik leghírhettebb sorozatgyilkosa, szintén kétszer szökött meg a hatóságok karmai közül, mielőtt végleg elkapták volna. Az első esetnél a tárgyaláson megengedték neki, hogy besegítsen az ügyvédjének a saját védelme felépítésében. Így viszont Bundy bemehetett a tárgyalás helyszínéül kijelölt bíróság jogi könyvtárába, hogy az ottani anyagokat felhasználva tudjon dolgozni. Csak hogy ez a szoba az épület második emeletén volt, méghozzá utcára néző ablakkal, ami a nyári meleg miatt folyamatosan nyitva volt. Tedet persze egy rendőr őrizte, de bilincset nem tettek rá, hogy segítség nélkül tudja forgatni a könyveket. Egy nap viszont az őt felvigyázó rendőr kiment cigizni, és ahelyett, hogy oda hívott volna mást, inkább rázárta Tedre a könyvtár ajtaját. Az ablakot viszont nyitva hagyta. A sorozatgyilkos meg is ragadta a valószínűleg soha vissza nem térő alkalmat, és kiugrott a második emeleti ablakból. Mire észrevették, hogy elfutott, már rég messze járt. Később újra elkapták, és ekkor már kérdés nélkül börtönbe csukták a tárgyalása napjáig. Viszont Ted észrevette, hogy a cellája mennyezetén van egy kis lyuk, és a felfúrt lámpája mellett se végeztek tökéletes munkát a felület befedésével. Ezért kitalálta, hogy azon a lyukon keresztül fog meglógni, de egyszerűen túl nagy volt a teste ahhoz, hogy átpaszírozhassa rajta magát. Úgyhogy extrém fogyásba kezdett. Pár hónap alatt nagyjából 10 kilót leadott az amúgy se túl zsíros testéről, ezzel pedig már olyan vézna lett, hogy egy kis feszítgetésnek és vésésnek köszönhetően átfért a lyukon. Pont úgy mászott át a mennyezet feletti résben, mint ahogy a filmekben szoktak, és végül egy börtönőr szobájában kötött ki, aki éppen szabadságon volt. A szobában ruhákat is talált magának, amiket felvett, és végül kisétált az ajtón. 2015-ben David Sweat és Richard Matt, két elítélt gyilkos sikeresen megszökött New York állam egyik legbiztonságosabb börtönéből. A börtönt elvileg úgy tervezték, hogy esélytelen legyen bármi nemű szökési kísérlet, de ez a két rab mégis megoldotta. Hogy hogyan? Az egyik haverjuk segített nekik ebben, aki fagyasztott hamburger húsban csempészett be nekik fűrészpengéket, amikkel szétfűrészelték egy csatorna cső oldalát, majd végigmásztak a csatorna hálózaton, és végül egy a börtöntől nem túl távoli városban döntöttek úgy, hogy felmennek a felszínre. De a szerencséjük eddig tartott, mert a sofőr, akinek ott kellett volna várnia őket, nem jelent meg. Valószínűleg előre fizettek neki, és anélkül felmarkolta a pénzt, hogy bármit is tett volna érte, vagy egyszerűen csak nem hitte, hogy sikerül megszökniük. Végül kicsit több mint egy héttel a szabadulásuk után a gyilkosok összetűzésbe kerültek a rendőrökkel, és mindkettőt ott helyben lelőtték, amibe az egyik bele is halt. A másikat súlyos sérülésekkel szállították vissza a börtönbe.
Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, illetve ha igazán szeretnél minket támogatni, csatlakozz a Patreonunkhoz is, hogy a többi előny mellett a te neved is szerepelhessen itt a videóink végén.